Király vagyok, uram, a te akaratokból. Minden magyarok király. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, te nélküled. Itt Erdélyben azért voltunk ennyire, vagy vagyunk ennyire koppánypártiak, mert van egy kicsi anyaország Erdély leszakadás benne, tehát hogy mi vagyunk a rebellisebbek talán. A rendező az az állatfajta, aki nyomás nélkül nem létezik. Tehát keresi azokat a pillanatokat, amikor kihívás elé állíthatja magát, és nyomás alatt nő a pálma. Itt mindenkiben megvan az akarat, a szándék, az erő, az odaadás, a kitartás, az összpontosítás, a belülről jövő őszinte hozzáállás. Ezzel van a legkevesebb baj. Sokkal inkább azzal van a baj, hogy ne legyél már annyira koppány, ne legyél már annyira István, ne legyél már annyira készen sarolt, hogy majd össze tudjuk csiszolni a dolgokat. Köszöntök mindenkit a Nézőpontban, a műsorban, ahol igyekszünk mindenkit képbe helyezni az erdélyi valóságról. Hát, hogyha valamit várunk már Erdélyben, az az István király székelyföldi nagy produkció, mivel nagyon-nagyon jó a kommunikációja is, és nagyon jól beharangozták már, mint minden idők legnagyobb erdélyi megaprodukcióját, ami teljes egészében erdélyi, sőt, majdnem mint teljesen székely művészekkel készül, élő rockzenekarral, szimfonikus zenekarral, táncosokkal. Itt köszöntjük a műsorban a produkció három alkotóját, Orzak Alén rendezőt, Ricőlka Krisztinát, aki Rékát játssza, és Farkas Lóránt, István királyt, ha megengeded. Nagyon fontos, úgy érzem, az István király esetében, mivel mindenki úgy nyilatkozik róla, hogy ezen nőttem fel, gyerekkoromban hallgattam, tehát a környezetemben nincsen ember, aki nem így beszél róla. Arról beszélni, hogy ki, mikor és hogyan találkozott vele. Szeretném elmondani, hogy a jelenlevő kollégám Csép Gergő 3 évesen volt ott a királydombon, úgyhogy a szerencsések között mondhatja magát, de hát nekem is ugye a 2003-as csíksomlyói produkció maximálisan megmaradt. Azon túl persze rongyosra hallgattam, mint mindenki más. Kezdjük veletek, hogy még mielőtt foglalkoztál vele, mert 2003-ban is foglalkoztál vele, azelőtt hogyan találkoztál te vele? Hát a klasszikus történet, amit szinte bármelyikünk elmesélhet. Bakelit. A bakelit. Azok a bakelitek, amik ugye a határon átcsempészve kerültek hozzánk, barátunkhoz, barátainkhoz, ismerőseinkhez, és akkor megvan neked is? Nem nekem, de a másiknak megvan, és akkor elkértük, közös audíciókat tartottunk, rögtön kialakultak a pártok, Székelyföldön inkább mindenki koppánypárti volt, azért akadt egy-két vállalkozó, aki, hát én inkább István lennék, ki is néztük őket, másnap nem játsztunk velük. Aztán úgy elteltek az évek, és hozzánk, de már nem kellett a bakelit, már énekeltük magunktól, házi bulikon már a karcos lemezeket nem annyira hallgattuk, elénekeltük mi a száj messze, száj magasbát, ami az akkori évek új himnusza is lett valójában. És aztán a 89-es, 90-es évek meghozták azt, hogy már beszerezhettük, sőt volt, aki már úgy hallott, hogy CD-n is meg lesz. Akkor még nem voltak CD-k, de hogy a technológia már ismert volt. Szóval ugye ez a kalandos előélet, és aztán a 2000-es években már elkezdődött annak az előkészületi munkái, hogy ugye a 83 és 2003 közötti évek kellően kiforrott előadással jelentkezhessenek Csíksomlyon. Ezt Novák Tatának köszönhetjük, aki meg is álmodta, illetve természetesen Rosta Máriának, aki Novák Tatával karöltve létrehozták ezt a csodálatos eseményt. Az sem volt semmi, azért ott is 200-an körülbelül álltak a színpadon. Bizony. Az akkori technikai körülmények viszont nem engedték azt meg, hogy élő legyen. Uh-huh. Az előadás, ott felvételről
szólt a zene, de azt tudom, mert ott voltam az alkotóistában, hogy mindenki valójában is énekelt, csak hát a felvételről szóló hangját hallottuk. Igen, ott voltam. Nálad, Krisztina, mi volt a találkozás? A bakelit, még nálam is a bakelit, pedig én hát a 90-es évek után találkoztam István a királlyal, de édesanyám nagy mesélő révén elmesélte, hogy mekkora kincs volt egy István a király bakelit lemez Erdélyben. Úgyhogy nagy tisztelettel kezeltük a testvéremmel egyetemben, és teljesen A-tól Z-ig mind a négy, mert ugye dupla lemezes volt ez a bakelit, minden oldalát 60-szor meghallgattuk egy nap. Nagymamáimék jöttek hozzánk látogatóba, akkor ügyesen leültettük őket a fotelre, és mi elénekeltünk belőle valamit. Természetesen koppánypárti voltam én is. Én szerintem ez itt Erdélyben azért voltunk ennyire, vagy vagyunk ennyire koppánypártiak, mert van egy kicsi anyaország Erdély leszakadás benne, tehát hogy mi vagyunk a rebellisebbek talán. Szóval így, és első szerelem volt, tehát ahogy meghallottam, onnantól kezdve szerettem, kívülről tudtam, tudom a mai napig az összes dalt belőle. Melyik női szerep volt első szerelem? Réka. 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 De hát egy kislánynak csak Réka lehet az első szerelmem. Most már érettebben a Saroltot is úgy nagyon, nagyon tudnám szeretni. 10 év múlva. 10 év múlva. Belefér? Krisztina? Szerintem már most kóstolgatja, benne van a sarol. Jó, akkor majd iktasd ki Rékából. Igyekszem. Lóri? Hát hasonló nekem is a történetem, én is a szüleim által ismerkedtem meg először a darabbal, bakelit, utána pedig a 90-es évek derekán, nem tudom mikor, kazettánk is lett, ilyen dupla, kinyithatós kis tokban. Természetesen én is koppánypárti voltam, nem tehettem mást. Engem is kinéztek volna, nem játsztak volna velem, hanem. Úgyhogy... És akkor le kellett küzdened Istvánként? Hát nem volt annyira nehéz, de igen. Úgyhogy része volt, nagyon-nagyon része volt a gyerekkoromnak és a tínédzser koromnak is. 83-ban a Királydombon több mint 100 000-en voltak, a filmre 1 millióan váltottak jegyet, a Hungarotonnak az egyik legmenőbb, legkeresettebb dupla lemeze lett. A kollégák is mondták, újságíró kollégák, hogy kérdezzem már meg, van-e nyomás ilyenkor a rendező? A rendező az az állatfajta, aki nyomás nélkül nem létezik. Tehát keresi azokat a pillanatokat, amikor kihívás elé állíthatja magát, és nyomás alatt nő a pálma. Nyomás alatt tud olyan képpen megnyilvánulni, ahogy az hasson az alkotásra, hasson az alkotótársakra, és vélhetően a produktumban, a végső produktumban is kellően hatásosan tud megmutatkozni. Tehát szükséges a nyomás, persze, kellő dolog, hatásos dolog a nyomás. Amikor egy ilyen nagy produkcióról van szó, ahol élő zenekar, szimfonikus zenekar, profi táncosok, mindenkit összefogni, úgy érzem, hogy talán nem is föltétlenül az a dolga a rendezőnek, hogy minden részlettel foglalkozzon, mert vannak profik, igen, de hogy összefogják őket darabonként, hanem egyszerűen erőt, lelket vinni a produkcióba. Igen, de ez egy székelyföldi produkció, és az a szép ebben, és ezt talán érdemes aláhúzni, hogy pont az ellenkező annak, amit mondasz, hogy itt mindenkiben megvan az akarat, a szándék, az erő, az odaadás, a kitartás, az összpontosítás, a belülről jövő őszinte hozzáállás. De ezzel van a legkevesebb baj. Sokkal inkább azzal van a baj, hogy ne legyél már annyira koppány, ne legyél már annyira István, ne legyél már annyira készen sarolt, hogy majd össze tudjuk csiszolni a dolgokat. Tehát rendezőként nem azzal találkozom, hogy egy enervált, ellustult banda, akit föl kell rázni, ellenkezőleg ott állnak, mint a nagyon jó, tisztavérű lovak, versenylovak, és mindenki akarja hozni a maximumot,
Tehát sokkal inkább a dolgoknak az összefésülésével, az összerendezésével kell törődnöm, sem mint inkább a motivációval. Ez egy nagyon jó érzés. És a karakterépítéssel, mindenkivel külön leülni, ami nem is volt ugye könnyű az elmúlt időszakban. Most kezdődnek azok a próbák, amikor mindenki együtt lesz, de még nagyon fontos az mindenkivel abszolút külön kidolgozni. Ne felejtsük el, vagy hát említsük meg, hogy ezt a próba folyamatot megelőzte egy elég hosszas szereplőválogatás. És a szereplőválogatásnak ugye két pillanata van, amikor egy valaki eldönti, hogy ő mit gondol magáról, mely karakterben érezni jól magát, mely éneket akarja bemutatni, és van a zsűri, valóság, és azért mondom, hogy gyakorlatilag Rékákból azt hiszem 40 vagy 50 volt. Istvánból picit kevesebb, de rengeteg bátor fiatal ember keresett meg István énekekkel minket. Úgyhogy valójában csak azt akarom mondani, hogy a szereplő válogatás során a karaktereket is már megtaláltuk, hogy mennyire látja majd a közönség annak, amit gondol, hiszen mindenkinek a belső vetítővásznán ott van egy ideális István, egy ideális Koppány, na de ez most Székely. Tehát ez szőröstől-böröstől Székely dolog, amiben benne van a konokság, amíg azért is, az, hogy mi bevállaljuk a legnehezebbet, az élő előadást, az élő rockbanda, élő, tehát mindenki élőben fog ott lenni, ami ugye hatalmas rizikó, hatalmas technikai kihívás, több próbát jelent, több összehangolás, stb. De azt akartam mondani, hogy a karakterek azok már ott vannak. Ott, tehát nekem nem a karaktereket megtalálni kellett, hanem inkább az összecsiszolásukat, az arányítást, hogy hogyan is legyen X-ből olyan István, aki aztán Sarolthoz képest is István, Koppányhoz képest is, Rékához képest is, Gizellához képest is. A tánc világából jössz, aminek ugye van egy ösztönszintű kommunikációja, a szakralitás jellemzi. Úgy érzem, hogy István a királyban is ez van. Ezért is, amit mondasz, ez nagyon helyén való, hogy nem kell sokat dolgozni vele, mindenki hozza magából az István a királyt. Ilyen szempontból, hogy érzed, jelen van a próbákon, jelen lesz az előadáson, rányomja a bélyegét erre a produkcióra. Ebben a próba folyamatban, ahol gyakorlatilag havonta egyszer egy 3-4 napos workshopon találkozunk a teljes stábbal, még korai azt mondja, hogy megtaláltuk volna ezeket az ösztönös vagy szakrálisnak nevezhető szinteket, törekszünk rá, de képzeld el, mindenki érkezik valahonnan, Marosvásárról, Kolozsvárról, és csak 4 napig vagyunk együtt. Tehát itt inkább valóban a jelenetezés zajlott. Aztán augusztus első napjaitól már együtt lesz az egész stáb, és akkor az eddig különálló elemek egyszer csak együtt fognak rotyogni egy fazékba, és akkor biztos, hogy megtaláljuk azokat a fűszereket, amivel ezt a levest ki tudjuk olyan finomra sütni, főzni, hogy akár szakrális illata is legyen. Krisztina, már szó volt a Sarolt-Réka ellentétről, ugye Sarolt a nagyon erős Amazon, és Réka az, akiben ott munkálkodik a békeszeretet, a szeretet úgy egyáltalán, a békességre való törekvés. Hogy érzed, ez a két nőtípus teljesen ellentmond egymásnak? Mostanában úgy érzem, hogy igen, így két külön nőtípusról beszélünk, és ez helyén való? Természetesen, hogy helyén való, és természetes, hogy két külön nőtípusról beszélünk. Egyszer hatalmas korkülönbség van közöttük, míg az egyik egy már férjét elvesztette özvegy, a másik pedig egy csak most bimbózó kislány. De nagyon benne van az erő, tehát nem az a békés nő. Egy nagyon-nagyon erős nő. Egy olyan lány, aki a pogányok világában nő fel, igen, kap egyfajta keresztényi nevelést, hiszen Koppány felveszi a bizánci hitet csak azért, hogy szabadságát megőrizze, de felveszi, és ez kötelezi arra, hogy a lánya is kapjon keresztény nevelést, de ebben a nagyon pogány világban ő kiáll a kereszténység mellett, tehát szembe megy az apjával, amit a 21. században is elég kevés fiatalról tudunk elmondani, hogy annyira biztos a saját elképzelésében, hogy szembe mer szállni a szüleivel azért, hogy azt megóvja.
És ez van Rékában, ez adja neki az erőt szerintem, a hit. Tehát megtalálta azt a kapaszkodó elemet a világában, amely a legnagyobb erőt tudja neki adni minden egyes szituációban. És azt ne felejtsük, hogy Réka egy fiatal lány, aki ha nem is ennyire tudatosan, mint ahogy most Krisztina elmondta, de a lelki világán keresztül találja meg a keresztény hitet és benne az Istent. Sokkal inkább az ösztönös gyermeki keresés révén, tehát nem egy tudatos döntés révén. Tudatos döntés a papájánál van, Koppánynál, aki politikai és egyáltalán a kornak a szellemét tükrözendő, veszi föl, inkább látszólag a kereszténységet. De Rékánál nem, ez egy belső lelki megtalálás inkább, egy belső lelki találkozás a keresztény hittel és a keresztény eszméivel, a szeretettel, a megbocsájtással, a bűnbánattal és a könyörületességgel. Ezért tud kicsúcsosodni ez a kontraszt, amiről beszéltél Réka és Sarolt esetében, a apa holttestének kikérése jelenetében. Hát ott csúcsosodik, amikor végül is Sarolt a felnégyelés mellett dönt, nem csak a büntetés legmagasabb fokát akarja ezzel statuálni, hanem ha szükséges, Rékát is megfenyíti, azt mondja, hogy pusztulj vagy meghalsz. Sarolt is keresztény, és valóban a történelem bizonyította, tehát hogy történelmi tények bizonyítják, hogy Sarolt, aki ugye az Erdélyi Gyulának volt a lánya, ő is bizánci kereszténységet gyakorolt amúgy, és mégis pusztít, ha szükséges. Keresztényként gyilkol, öl, megöli Laborcot, felnégyelteti Koppányt, és a többiről ne is beszéljünk. Mi a közös bennetek? Hiszek. Van egyfajta hitem. Keresztényi ez a hit, ha bár néha fűszereződik egy kis keleti vallás kultúrával is. De alapjáraton egy hívő ember vagyok, és nagyon sokszor szoktam kérni a Jóisten segítségét bizonyos dolgokhoz, amiben úgy érzem, hogy csak ő tud segíteni. Ez egy vonás, ami mondjuk úgy, hogy hasonlít. Ezen kívül pedig nagyon szeretem a misztikát. Nagyon érdekel az, hogy mi van a felszín alatt. Úgy az embereknél, mind a történésekben, mi az, amit az ember irányított, mi az, amit a sors irányít, vagy a Jóisten irányít, hogyha már a hitről beszélgettünk. És Rékának van egy misztikussága, ő megálmodja az apjának a felnégyelését, amihez kell egy hatodik érzék. Nekem is voltak nagyon érdekes álmaim. Tehát a testvéremtől Amerikában ilyen diák akármivel kiment dolgozni egy nyáron, és megbetegedett, meghűlt. Én pedig itthon azt álmodtam, hogy neki nagyon nagy baja van, és kiderült, hogy ő meg van hűlve. Nem egy nagy dolog, amit megéreztem, de megéreztem. De nem megmagyarázható. De nem megmagyarázható. Úgyhogy talán még ez is közös lehet bennünk. Olyantól kérdezed, aki a Funtinelli boszorkányt játszta? Ajajaj, igen. Ebben a korban nagyon-nagyon kevés szava volt a nőknek. István király koráról beszélünk. Szoktál ezen gondolkodni, hogy átad volna meg a helyed ebben a korban? Én igen, pont ezzel kapcsolatosan nézek most egy sorozatot, és napi szinten elgondolkodom azon, hogy mit szóltam volna ahhoz, hogy semmi szava nincs. Én szerintem engem megköveztek volna, megégettek volna boszorkányként, meg hasonló problémáim akadtak volna, mekkora szám van. Úgyhogy, de érdekes, hogy azt mondjuk, hogy nem volt szava a nőknek, és mégis egy olyan Saroltról beszélgetünk ebben az István a király kontextusában, aki eldönti a dolgokat, ami után meghal a férje. Tehát, hogy nagyon sokszor kerültek mégis olyan helyzetben nők abban a korban is, amikor özvegyen maradtak, hogy bizony dönteni kellett nagyon nagy kérdésekben, és jól tudtak dönteni. Hajrá, nők! Nyilván. Igen. István, rád vagyok a legkevésbé kíváncsi. Tudod miért? Nem, azért hagytunk utoljára. Hát Lóri, voltunk ugye közös előadásban a színművészetén, és amikor Lóri énekelni kezdett, akkor mi a többiek, így kisebb szerepekben, alsóbb osztályokban a színén, így hallgattunk, és így kiestünk a szerepünkből, tehát hogy úgy elfelejtettük, hogy mi a következő jelenet.
hangilag megbírod ezt, te meg vagyok győződve színészileg is. Most legutóbb olvastam, vagy hallgattam egy interjút Baricz Gergővel, azt mondta, hogy a próba folyamatban tőled tanul. Azért ez úgy oké, nem? Hát köszönöm, tehát, én nem olvastam. Majd rákeresek akkor erre az interjút. Mindenféle közegből jönnek az emberek, táncosok, énekesek, színészek, és akkor van, aki, ti vagytok a szerencsések, akik énekeltek is, képzett hangotok van, és színészek is vagytok. Téged hogy talált meg ez a szerep? Tehát, hogy kevesebben voltatok az online castingra, mint Réka, de azért el kellett foglalni ezt a szerepet. Nem tudom, hogy hányan voltunk őszintén. Nem is érdekel igazából. Mit énekeltél az online videóra? Hát ugye több rosta volt, tehát volt 3 vagy 4 kör is, nem tudom, nem emlékszem. Hát azt hiszem, hogy minden István dalt beküldtem, ez a 3 vagy 4 rosta. És csak István, más szerepet nem? Más szerepet nem. Elárulom, hogy megpróbálkoztam a Koppánnyal is, de magamat visszahallgatva azt mondtam, hogy oké, erről most lemondok, és akkor az Istvánra koncentrálunk, úgyhogy csak azt küldtem be. Így történt. Hát igazából nekem a figyelmemet Bordás Attila hívta fel a produkcióra. Valamikor októbert írtunk, nem tudom, 2019, bocsánat, 2020, és ő írt rám, hogy nem lenne kedvem beadni a pályázatomat, és akkor kicsit utána olvastam, hogy miről is van szó, és akkor úgy döntöttem, hogy vágjunk bele, lássuk, mi lesz belőle. Felhívtak, te vagy István király, jó napod volt? Igen. Röviden. Hogy reagáltam úgy, amikor megláttam a kommunikációban a Lóri, hogy nagyon jó. Az volt az a nap, amikor elénekel, ó Istenem, adj most jelt én nekem. Igen, és akkor is szólt a telefon. Komolyan kérdem, Lóri. Nem tudom, őszintén nem emlékszem arra a napra, annyira amikor kiesett? Ez kiderült. Lehet, hogy benne voltam valamibe pont, de nagyon örültem neki, és egy óriási megtiszteltetésnek tartom, hogy ezt én most elénekelhetem, eljátszhatom, és benne lehetek ebbe a megaprodukcióba. Ha már Kalintól megkérdeztem, nyomás rajtad van-e? Van. Az jó, én is jónak tartom a nyomást, kezelni kell. Amit én hozzáfűznék az előbbi beszélgetésetekhez, hogy ugye említetted te is, hogy annyira bennünk van már az István a király, hogy mindenki hoz egy karaktert eleve, tehát hogy annyit láttunk már, annyiféle verziót, és azt hiszem, hogy színészileg az első feladatom az, hogy ezeket mind úgy elsöpörjem, és valahogy úgy magamból, meg a produkcióból, meg a koncepcióból kiindulva próbáljak meg egy új Istvánt létrehozni. El tudom képzelni, hogy olyan sűrűn a napokban a Király Dombi előadást nem nézed, mert az nagyon nem, káros nem, lenne, nem illetve is, nehéz lenne. Nem is szeretek ilyenkor ilyen formában dokumentálódni, tehát hogy inkább saját magamra bazírozok, és a kollégákra, és ja, abból próbálok kiindulni, és egy valami újat. István karaktere, mi az alappillére számodra? Tehát egy kötelességtudó gyermek, aki követi azt, amit az édesapja meghúzott, az irányt megmutatta, vagy pedig saját erőből, saját ösztönökből dolgozik? Férfi? Is férfi is. Egyáltalán még? Vagy túl fiatal? Hol fogtad meg a karakternek a grabancát? A végén. Azt hiszem, hogy egy jól nevelt férfivé váló figuráról beszélünk, vagy férfivá, tehát abban a korban van, ahol ez a fogaskerék úgy átbillen, és hát ugye az apja halála az szerintem egy nagyot csavar ezen a bizonyos fogaskeréken. Ugye ott van az anyja, aki egy nagyon erős személyiség, tehát a jól neveltség és az elhatározottság arra ösztönzi, hogy ebből a skatujából valahogy kilépjen, tehát az anyja árnyékából kilépjen, és megpróbálja az apja
hagyatékát továbbvinni, és igen, továbbvinni. Mi a kedvenc dalod? Egyébként tőled is meg akartam kérdezni, de azt hiszem, hogy tudom, amikor Réka kikéri, nem? Az édesapja holttestét, nem? Nem. Amikor amikor Réka megpróbálja az apját eltéríteni az úttól, az álomnak az elmondása. Melyik is az? Jó atyám, álmodtam múlt éjszakán. Igen. Az. Igen, igen. Az a kedvencem. István, Lóri, bocsánat. Én azt hiszem, hogy a Nincs más út, csak az Isten útja. Uh-huh. Az a kedvencem, az a legnehezebb is a kedvenc dalom a darabból, mert azt hiszem, hogy ott történik meg az a bizonyos váltás, ami és az az elhatározottság születik meg Istvánba, hogy itt... Már pedig véghez viszi, amit... Hogy itt véghez viszi, amit véghez kell vinnie. A kommunikációból is kiderül, és hát el tudom képzelni, hogy nagyon jó a hangulat a próbákon, így workshopok formájában ültetek eddig össze, most jön az intenzív próba folyamat. Mi lesz ebből egy ilyen összerdélyi zenész-színész baráti kör a végére? Hát jó lenne, ha egy társulat olvadnánk össze. Remélem, hogy a végén, a öt előadás végén úgy fogjuk érezni mindjárt, hogy tulajdonképpen egy társulathoz tartozunk. Valóban nagyon heterogén a felállás, tehát zenész, aki soha nem volt ekkora produkcióba, tól de kezdve... De hangilag ott van. Igen, de hangilag, persze. Tehát a hang, ugye ezeken már túl vagyunk, ez alap. És egyébként hatalmas hangok vannak. Úgy amúgy ez érdemes megemlíteni, hogy a produkciót megálmodóknak és a produkciót finanszírozóknak nem titkolt szándéka megteremteni ezt a műfajt Erdélyben, illetve ennek a műfajnak útat nyitni, lehetőséget teremteni, és azokat a fiatalokat, akikben ilyen tehetség lakózik, azoknak lehetőséget biztosítani. Tehát ez mind a mellett, hogy mit jelent nekünk művelődéstörténeti szempontból, kulturális szempontból, nemzetiségi viszonyokat tekintve, ennek van egy ilyen szándéka is, tehát egy ilyen szándék is húzódik emögött, hogy a helyi fiataloknak, helyi erdélyi fiataloknak, tehetségeknek megnyilvánulási lehetőséget biztosítani. Igen, társulattán szeretnénk avanzsálódni, ez soha nem fog megvalósulni. Ki színész, ki énekes, ki táncos, ki Erdély tanár, Erdély minden szegletéből, igen, de talán ez is mutatja, hogy mekkora hívó ereje van, és mekkora olvasztó tégely tud lenni egy ilyen hatalmas produkció, ahol ennyiféle ember tud együtt alkotni, együtt dolgozni. Ha már a fiatalokról beszéltünk, mit mond István király, mi lehet az üzenete a fiataloknak? Azt mondják, hogy egyáltalán értik-e még, befogadják-e még, én nagyon hiszek benne, hogy igen, mert ennek akkora ereje van, hogy átjön még egy 15 éveshez is. Még a fiathoz is. Egyértelmű. Inkább ha beszélünk arról, hogy annak idején, amikor megszületett az István király 80-as években, az egy ideális időpont volt, egy ideális társadalmi berendezkedés, ahol egyértelmű volt, hogy egy ilyen rockoperának csak fantasztikus ereje lehet, felszabadító érzése, bombaként hatott. Én most olvastam, hogy a Jézus Krisztus szupersztárból jött az ötlet, hihetetlen, tehát hogy onnan indultak ki, hogy oké, csináljuk ezt meg itthon, ha itthon, igen. Ennyire menő. Amúgy nem áll távol a képzettársítás. István annyira tiszta alak, fiatalságánál, érintetlenségénél fogva, hitének tisztaságánál fogva, hogy simán jézusi karaktert képviselhet, abszolút. És Réka akár nyilván nem Mária, mert ahhoz Mária nem... Mária Magdaléna. De Mária Magdaléna lehet, akár. Ezt kéred magadnak. A mai fiatalok is fogják érezni ennek az erejét, ennek a lendületét. A muzsikák jók, a dalok jók, az énekesekben hihetetlen erő lakózik. Amikor először a videón keresztüli casting után találkoztam veletek élőben, akkor azt úgy éreztem, oké, tehát már kész van. Már csak össze kell pakolgatni, és megvan. Mert mindenkinek a torkából
kijött az az erő, az a metafizikai valami, ami neki kellett jönni, és amikor egyszer csak kaptam ajándékul a sorstól három olyan tordát, amilyen nincs is a világon, sehol máshol, max. Egy valaki, ott van Magyarországon a Deák Bill Gyula, hát itt meg három van belőlük, érted? Szóval, hogy csodálatos érzés. Azt szoktad mondani a tánc előadások kapcsán is, hogy a néző azért megy az előadásra, hogy csodát kapjon. Csodának leszünk részesei? Nem kérdezlek a rendezői koncepcióról, mert nem arról szól. Látványban, mindenben, mire számíthatunk? A csoda az a látványosság mögött kell legyen, kell megszülessen. Természetesen a látványvilága is kellően erős, kellően mai, kellően modern, és hát változatos kell legyen, erős, dinamikus. De a csoda az az emberek közti viszony rendszerben szokott meglapulni, meghúzódni, úgyhogy az alkimiáját, tehát valahol ott ugye az alkimisták az ólomból aranyat akartak csinálni, hát mi meg a magunk is igazát, a magunk is fényét, őszintességét, világosságát akarjuk megtalálni és megteremteni, és hát ezen vagyunk, ezen dolgozunk, úgyhogy alkimiai folyamatok ...nak nézünk elébe, igen. Próbáljuk természetesen olyan mérvűre, olyan léptékűre hangolni, hogy ezt a közönség is megérezze. Lóri, neked most már lejártak a színházi próbáid, átlényegülsz Istvánnál. Előtted még, Krisztina, tudom, hogy egy turné van, és utána költözöl be amúgy az istváni próbafolyamatba. Hát nagyon sok sikert kívánok az intenzív próbafolyamathoz nektek, ami előttetek áll. És köszönjük, hogy itt voltatok a műsorban. A nézők pedig tudják, augusztus 20-án a Sepsi Arénában, augusztus 20-án, 21, 22, 23 és 24, 24-én lesznek az előadások, jegyeket már lehet váltani. Ha tetszett a videó, akkor lájkolják a csatornát, hogy ne maradjanak le a további műsorokról sem. Viszlát, sziasztok!